Azonyi Zsanett Szilvia vagyok, a Magic Bernie Zakennál tulajdonosa. Kisfilmünk előző részéhez rengeteg kérdés érkezett a Bernie Pastor mozgásával kapcsolatban. Mely mikortól lehet mozgatni, mekkora a mozgás igénye? Kicsi korban mennyit érdemes, milyen táplálékkiegészítőkkel érdemes esetleg hozzátáplálni már fiatal korban? Ezekre a kérdésekre szeretnénk röviden válaszolni és információt adni a leendő gazdiknak, illetve a tulajdonosoknak. A Bernie Pastor mozgás igénye alapvetően nem túl nagy. Egy közepesen mozgékony fajtáról beszélünk, kicsikorban rájuk is igaz, mint az összes nagy testű fajtára, kicsikortól kezdve fokozatosan kell terhelni őket, ahogy nőnek. Érdemes fiatalkorban mozgásszegény életmódot biztosítani nekik, az alapvető táplálékhoz minimális kiegészítőket érdemes adni, így elkerülhetjük a hirtelen nyúlást éppen a fajtában, és később a mozgásszervi megbetegedéseket is meg tudjuk ezzel előzni. A fajta alapvetően nem nagy mozgásigényű, ez a felnőtt korában is ugyanúgy igaz, mint a kiskorban. Egy ideális családi kutya, tehát neki egy nagyobb kertet biztosítva, a mozgásigénye szinte teljesen kielégíthető. Nem igényli a napi szintű nagyon hosszú és megterhelő sétákat, de szívesen kirándul a családdal. A túrákra, rövidebb túrákra a család magával viheti, hosszabb túrát azt annyira nem szeretik, de a család kedvéért nyilván ezt is szívesen elkísérik a családot. Vadászatra a fajta nem alkalmas, agilitire nem alkalmas, nem egy hipermozgékony fajtáról beszélünk. Futnak pár kört konkrétan, és utána elpihennek nyugodtan. Nagyon jól kiegészíti a családot a kirándulások alkalmával is, el lehet velük étterembe menni, teljesen nyugodtan elpihennek az ember lábánál, az asztalnál, nem fognak senkit zavarni. Tényleg egy nagyon jó szociálisan együtt élhető kutyusok, imádják a gyerekeket. Ez bárhol séta alkalmával is, nyitott fajtáról beszélünk, tehát meg lehet nyugodtan simogatni. Tényleg kedvesen és nyitottan közelítenek az emberekhez, felnőttekhez, gyerekekhez. Alapvetően tényleg megszínesítik az ember hétköznapjait. A másik gyakran feltett kérdés hozzánk, mivel kiállításra is rengeteget utazunk bel- és külföldön a kutyáinkkal, hosszabb, rövidebb távon, tényleg akár több száz kilométereket is utazunk, hogy ez mégis hogy zajlik, hogy a kutya mekkora helyet foglal el a csomagtartóban, mivel mindenki azt gondolja, hogy ha berakjuk a kutyát, akkor már csomagok nem férnek el. Azt gondolom, hogy egy megfelelő méretű autót kell választani a Bernie Pastorhoz, de elsősorban az a legfontosabb, hogy biztonságosan szállítsuk őket. Nálunk az autóink úgy vannak kialakítva, hogy elválasztó rács van a kutyusoknak minden autónkban, illetve számukra kialakított biztonságos alumínium boxokban utaznak a hosszú távú utakra. Ez tényleg a legbiztonságosabb mód mind a kutyusoknak, mint nekünk, így biztonságban tudhatjuk őket, bármi történik. Elférnek mellette ugyanúgy a csomagjaink, az összes kiállítási felszerelésünk, akár egy rövidebb, akár egy hosszabb kirándulásra megyünk velük. A Bernie Pastor alapvetően szeret utazni, de érdemes a kutyusnak nyilván megfelelő hőmérsékletet biztosítani, a kocsiban egy temperált csomagtartót. Ez a tényleg a nagyon-nagyon fontos, főleg a nyári melegekben. Egy pillanatra sem hagyhatjuk ott a kutyát a csomagtartóban. Ez tényleg kiemelten fontos, hiszen rengeteg baleset történik. Hiába van erre nagyon felhívva a figyelem évről évre. Ezt érdemes tényleg elkerülni. Érdemes a kutyának tálat vinni az utazásra, vizet vinni, a megfelelő felszereléseket, póráz, nyakörfám, ki mit szeret éppen. Nekünk a kutyáknak vannak speciális hűtőruháik a nyári melegben, így a hosszabb távú utazást, mint a kinti kiállításokat is tökéletesen elviselik és bírják.